Kedves nézőink, ismét eltelt egy hónap, és ismét eljött a Megkérdeztük a polgármestert című rovatunk. Elérkezett az ideje, hiszen nagyon sok kérdés van itt nálam, amit önök feltettek. Köszöntöm Szőke Zoltán polgármester urat. Köszöntelek és szeretettel köszöntöm a televízió nézőket is. És akkor javaslom, hogy kezdjük el. Mindjárt az első és a legfontosabb. Nagyon sok felől érkeztek hírek, hiszen kering a városba, terjed egy olyan hír, álhír, pletyka, nem tudom minek nevezzem, az a dr. Rojko László féle letartóztatás, bilincsbe való elvitel, aztán, hogy a polgármester is benne volt ebbe az egészbe, ez már költségvetési csalás, és még lehetne sorolni. Én azt hiszem, hogy az a leghitelesebb, hogyha a polgármester úrtól kérdezem meg, hogy valójában mit is tudsz erről, mi is történt. Valóban keringenek hírek a városban, jelentek meg írások különböző média felületeken, és leírták, hogy egy tiszavasvári házi orvost, egy 71 éves házi orvost előállítottak tanúmeghallgatásra, és meggyanúsítottak valamilyen tevékenységen. Hát később kiderült, hogy nem gazdasági bűncselekményről van szó, tehát nem sikkasztásról, nem pénzek eltüntetéséről, hanem a vakcina, a védettségi igazolvány körüli gyanúról van szó. Tehát szeretném megerősíteni, hogy gyanú. Ennyit tudunk, ennyi információnk van. Azt tudom még elmondani ezzel kapcsolatban, hogy dr. Rojko László még aznap délután felkereste az önkormányzatot, tájékoztatott bennünket arról, hogy dolgozik tovább, egy tanúmeghallgatáson vett részt, ő ártatlannak vallja magát, azt mondja, hogy ez rágalmazás, az ügy kivizsgálás alatt van, és hát várjuk a fejleményeket, hogy mi is és hogyan fog alakulni. Én azt gondolom, hogy az ártatlanság vélelme az mindenkit megillet. Meg kell várni a rendőrségi munkának a végét, és majd meglátjuk, hogy kinek van igaza. Azt mindenféleképpen szeretném még elmondani, hogy mint ahogy látjuk a történéseket ebben a világban, nagyon sok irigyember van, nagyon sok rosszindulatú ember van. Nem gondolom, hogy rögtön a legrosszabbat kell feltételezni akár a doktorról, akár másokról, hanem az is állhat egy ilyen ügy mögött, hogy valaki rossz szándékból, rossz indulatból tett egy feljelentést, egy bejelentést, amit a rendőrségnek meg kell vizsgálnia, és a vizsgálatot le kell folytatnia. Ilyenkor árnyék vetül arra a személyre, aki meg van gyanúsítva, és nem biztos, hogy bűnös, úgyhogy idővel kiderülhet, hogy ártatlan. Ez egy nagyon kellemetlen szituáció annak is, akit meggyanúsítanak. Nekünk is, mint településnek, hiszen egy házi orvosunkat érinti, méghozzá egy olyan házi orvosunkat, aki azt gondolom, hogy köztiszteletben áll, és nagyon sokat tesz a városért. Én ebből az irányból közelítem meg a jelenlegi esetet, a doktor úr személyét is, tehát bizakodó vagyok, hogy semmi olyanról nincsen szó, ami bűncselekmény lenne, és árnyék vetülne a doktor úrra vagy a doktor úr tevékenységére. Az önkormányzat, az én személyem semmilyen formában nem kapcsolódik az ügyhöz. Gazdasági bűncselekményről, pénzek elsikkasztásáról vagy visszaélésről nincsen szó. Pedig már többen dörzsölték a tenyerüket. Olvastam a közösségi média jó indult a bejegyzéseit is, hogy ott voltam, együtt vittek el, vagy majd visznek. Próbáltak összemosni ezzel a történettel, sőt van közösségi oldal, aki még közös fényképet is rakott fel doktor úrral együtt rólam, egy olyan eseményről, ami egy évekkel ezelőtti történés, egy fejlesztendő területnek a bejárása alkalmával készült. Ilyen a Facebook, én azt gondolom, hogy nem erre kell adni, hanem az ilyen beszélgetésekre, ahol nyíltan őszintén tabuk nélkül tudnak kérdezni a kérdésfeltevőket, és szavasváriak, és van lehetőségem arra, hogy válaszoljak. Köszönöm szépen, hát úgy gondolom, hogy volt már el példa, ha ez bebizonyosodik, akkor a tévéhíradóból úgyis mindenki meg tud győződni róla, ha nem, akkor pedig a hírkeltői pironkodhatnak, hiszen megint egy városkodásról van szó. Köszönöm, menjünk tovább. Következő kérdés, miért szűnt meg a járóbeteg szolgálatnál és a labornál az Erodium rendszer, amikor a sokkal kényelmesebb és jobban elérhetőbb volt a mostani telefonálgatásoknál? Az Erodium rendszer az hosszú évekkel ezelőtt egy önkormányzati szolgáltatón, egy egészségügyi KFT-n keresztül, ha jól emlékszem, került kialakításra. Majd későbbiekben a járóbeteg szakrendelés kapcsán egy közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, ahol a Rojkomet KFT lett az üzemeltető, és az évek során használta, átvette az Erodium rendszert. Ezt a rendszert talán egy évvel ezelőtt, lehet, hogy több,
A üzemeltető, a Rojkomet Kft. Úgy gondolta, hogy nem szeretné tovább használni, a mögöttes történéseket nem tudom, nem tudjuk. Ő úgy gondolta, hogy a telefonos egyeztetés, a telefonos időpont kérés számukra jobb, előnyösebb. Biztos volt kényelmi szempont, amikor az Aerodium rendszer jobb volt, és talán a lakosság szempontjából jobban működött, vagy jobban működhetett, de ez a szakrendelő, a járóbeteg szakrendelő üzemeltetőjének működtetésének a döntési köre, kompetenciája, hogy mivel, milyen programokkal, milyen rendszerekkel dolgozik, ő így látta jónak, hogy szerződés bont az Aerodium rendszernek a működtetőjével, és nem kívánja tovább használni. Az önkormányzatnak nincs ehhez kapcsolódása. Jó, köszönöm szépen. Következő, a Kabai iskolában 3 éve sikertelen a buszjárat szervezése. Kérdésem, nem lehet tenni valamit, mert előfordul, hogy nem található a gyerek a kijelölt buszon. Keresni senkit nem lehet. Én elhiszem, hogy sok a gyerek, de mi nem akartuk a Kabaiba hordani a gyerekeket, mivel lenne közelebb. Kérem válaszát. Hát ezt én mindenféleképpen cáfolni szeretném, hogy a Kabai iskolában vagy Tiszavasváriban akár 3 éve, akár bármennyi ideje sikertelen lenne a buszjárat szervezése. Én azt gondolom, hogy egy olyan lehetőség, ami Tiszavasváriban van, nagyszerű dolog, hiszen más településeken nincs példa arra, hogy gyerekeket hordanának iskola busszal, iskola járattal 1-2 kilométerre és akár az általános iskolában. Olyan kötelezettsége van egy településnek, vagy egy tankerületnek, nem is igazán a településnek, hanem a tankerületnek, hogy külterületekről, teszem fel Tiszavasvár esetében Józsefházáról, Dankóbusztáról beszállítsa a gyerekeket az általános iskolába. Ez történhetne többféle módon, akár a járatos buszokkal, bérletvásárlással, valamelyik volános járatra följutatva a gyerekeket, vagy történhetne a tankerület által szervezett buszjárattal, amiről ő gondoskodik, ő biztosítja a sofőrt, a gépjárművet. De a tankerület ettől nagyobb gesztust gyakorol évek óta Tiszavasvári számára, nagyobb lehetőséget biztosít. Hiszen ha visszaemlékszünk, akkor még a város üzemeltetésében, majd később a tankerület üzemeltetésében is volt iskolabuszjárat, amikor még fizetni is kellett a szülőknek a bérletért. Majd néhány évvel ezelőtt a tankerület úgy gondolta, hogy a teljes költséget átvállalja és ingyen buszoztatja nem csak a külterületről érkező gyerekeket, hanem azokat is, akik a Bűdön, a gyári lakótelep részén vagy a város bármely részén laknak. Erre nem lenne kötelezettsége az iskolának, de mégis megteszi. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek örülni kell. Jelen pillanatban, ha jók az információim, közel 200 gyerek veszi ezt a szolgáltatást igénybe. Én azt gondolom, nagy segítség a szülőknek, hiszen télen, hóban, fagyban nem kell kilométereket gyalogolni. A kérdésre a válasz, hogy a gyerek nem található a buszon, ezekre nem tudok válaszolni. Ezzel kapcsolatban az iskola tud hiteles választ adni, az osztályfőnököt kell keresni. Én biztos vagyok benne, hogy az iskola részéről olyan módon kerül megszervezésre a gyerekeknek az utaztatása, hogy van elérhető személy, akit föl lehet hívni, akit lehet telefonon keresni, és tőle információt kérni. Hozzám olyan jelzés nem jutott el, hogy gyerek elkallódott volna, nem ment haza a busszal, nem találta a szülő, lehet egy-két egyedi eset előfordul, hogy a gyerek más buszra szállt fel mégis, vagy éppen nem szállt fel, erről nincs tudomásom. Mindenféleképpen az iskola tud erre hiteles választ adni. Én azt javasolnám a kérdezőnek, hogy tegye fel kérdéseit a Kabai iskolának. Én a busszal kapcsolatban ennyit tudok most röviden mondani. A jövőképről pedig talán annyit, hogy dolgozunk azon, hogy Tiszavasváron a saját 50 fős busz álljon majd rendelkezésére. Az egyedi kormányzati támogatásban erre van is lehetőség. Szeretnénk ezt több célra használni, a biztos kezdett gyerekházhoz, a tanodához, szeretnénk szolgáltatni is vele. Jelen pillanatban az egyeztetések folynak a minisztériummal, a támogatói okirat előkészítése van folyamatban. Hogyha lesz lehetőségünk és meg tudjuk vásárolni a buszt, akkor talán nagyobb mozgásterünk lesz arra, hogy akár a gyerekekkel, akár a városlakókkal, városlakóknak jobb szolgáltatást tudjunk majd biztosítani a jövőben. Köszönöm szépen. Következő kérdés. Mit lehet tudni a Városháza melletti úgymond katonalakásokról? Kívülről egyre lepukkantabb az az épület, s úgy tűnik, hogy egyre kevesebb lakásban laknak.
ha van több üres lakás is, és a honvédség tulajdonában vannak, akkor nem lehetne esetleg tőlük átvenni, és ha van rá forrás, akkor önkormányzati bérlakást csinálni belőlük. Nem egyszerű Vasváriban albérletet találni, könnyen lehet, hogy nagy igény lenne rá például az önállósodni vágyó fiatalok körében. Amennyiben rosszul tudom, és ezek nem honvédségi lakások, ahogy nem üresek, akkor kérlek tekintsétek kérdésemet tártalannak. Részben tudja jól a kérdező, nem, régen valóban mint honvédségi lakás volt, ha jól emlékszem, aztán az idők során ezek kiüresedtek, és lakatlanná váltak. Néhány lakás magántulajdonba került, néhány lakás az önkormányzat, és hát nem, sok lakás az önkormányzat tulajdonában van, van néhány lakás, ami felett mi rendelkezünk, de azt hiszem 15 vagy 17 lakás az, ami felett a bérlő kijelölési joggal a honvédség rendelkezik. Az önkormányzat tulajdona a lakás, de nem tudjuk bérbeadni, nem tudjuk értékesíteni, mert a honvédség egy ilyen előjoggal bír. 2018 óta küzdünk ezzel a problémával, többszöri megkereséssel éltünk a Honvédelmi Minisztérium felé. Most a szeptember hónapban talán egy hete érkezett jelzés, hogy októberre egyeztessünk egy időpontot, és egy személyes találkozóra lesz lehetőség a Honvédelmi Minisztériumban, hogy a lakások sorsáról talán tudjanak majd dönteni. A mi elképzelésünk az, hogy szeretnénk, hogyha a honvédség lemondana a bérlő kijelölési jogáról, ez azért is fontos, mert ez több millió forintot jelent. Tehát, hogyha mi ezt a lakást szeretnénk saját célra használni, a bérlő kijelölési jogot meg kellene váltanunk, ezért a honvédség nagyon sok pénzt kér lakásonként. Mi ezt nem tudjuk megfizetni, nem is igazán szeretnénk, hiszen a lakásokra lenne igény, a honvédség nem használja, igazán értelmét nem látjuk most annak, hogy ők ehhez ragaszkodnak. Szeretném meggyőzni a minisztériumot arról, amit a kérdező is ír és jelez, hogy vannak tiszavasvári fiatalok, akik szeretnének lakáshoz jutni, segítsük őket, próbáljuk meg az életkezdésüket megkönnyíteni, és ezeket a, hát most azt mondom, lelakott, elavult lakásokat, ha lehet, akkor nyomott áron értékesíteni, és olyan garanciákkal értékesíteni, hogy ezeket majd felújítják, lakhatóvá teszik, és a városközponthoz méltó lakások kerülnek majd itt kialakításra. Ezen dolgozunk, most biztató jelek vannak, amint lesz fejlemény, tehát ha októberben tudunk találkozni a minisztérium illetékeseivel, akkor azt követően be fogok számolni, hogy milyen megállapodásra jutottunk, vagy jutottunk-e megállapodásra, milyen történések voltak, vagy mik hangoztak el ezen az egyeztetésen. Igen, nagyon jó lenne, mert tényleg csak kívülről, amit lát az ember, hogy hullik a vakolat, rohadt szét az ablakkeretet, teljesen úgy néz ki, mint egy nyomornegyed ez a párlakás, azt meg elképzelni sem bírom, hogy belülről hogy nézett ki. Bennünket is nagyon bosszant ez az állapot, nem biztonságos, szemnek nem szép, a városközpontban nem szabadna egy ilyen lakóépületnek lennie, de rajtunk kívülálló okok miatt nem tudunk előrelépni ebben a kérdésben. Köszönöm szépen, következő. Ha jól emlékszem, a tavalyi év folyamán a közmunkaprogram keretében megtisztításra került az egyházerdő mellett lévő belvízelvezető csatorna egy része. Azóta azonban ismét igencsak gondozatlanná vált, a Sopron után konkrétan már nem is látszik, hogy ott egy csatorna van. Terben van-e a csatornának az újbeli rendbetétele, illetve a folyamatos karbantartása, ami talán jóval egyszerűbb, mint újból elvadult állapotban indulni. Vagy esetleg ez is része lesz egy mostani nagy projektnek, amelyben vannak a csatornarendszert érintő fejlesztések is? Kezdem a végén a válaszsal. Igen, egy nagy projektnek része néhány csatornaszakasz, úgyhogy a belvíz csapadékvízelvezető rendszerünk felújítása kapcsán fognak megújulni, megtisztításra kerülni bizonyos csatornaszakaszok, és a meglévő csatornákat, pedig ahogy az erőink engedik, ahogy a közmunkaprogramban lévő embereket munkára tudjuk fogni, vagy oda tudjuk beosztani, a csatornákat tisztítjuk is, megtisztítani is fogjuk. Tavaly valóban egy nagyobb volumenű, nagyobb léptékű csatornatisztításra került sor, de arra azért volt szükség, mert
a József Attila út környékén ugye lehetett tapasztalni, hogy a csapadékmentes időjárás ellenére is állt a víz a benti csapadékvízgyűjtő csatornákban, mert már a kinti, a külterületen lévő csatorna nem bírta elvezetni a vizet. Ott tényleg nagyon nagy munkával, ezt tavaly talán meg is mutattuk a televízió nézőknek, sőt biztos vagyok benne, hogy meg is mutattuk a televízió nézőknek, nagyon nagy munkával, kézi erővel, minimális gépi segítséggel megtisztításra kerültek ezek a csatornaszakaszok, és el is látták a funkcióikat, de ahhoz, hogy biztonságosan üzemeltetőek legyenek, és fenntarthatóak legyenek, ilyen állapotokban minden évben kemény munkát kellene belefektetni. Erre annyi emberünk nincs, hogy folyamatosan dolgozzunk a csatornákon, de a karbantartásra mindig figyelmet fordítunk, tehát a kritikus szakaszokat takarítjuk, rendezzük. A Sopron út valóban most nem a legjobb állapotban van, de ennek a megtisztítására is sor fog kerülni. A jövőbeni elképzelés pedig az lenne, hogy a közmunkaprogramban résztvevő dolgozókon kívül egy olyan gépet, eszközt tudjunk beszerezni, ahol a csatornákat sokkal hatékonyabban, sokkal gyorsabban tudjuk megtisztítani, és akkor így minden évben azt lehet mondani, hogy komoly előrelépés, meg karbantartás valósulhatna meg. Lehet, hogy a teljes csatornaszakaszt nem tudjuk minden évben felújítani és tisztítani, hanem szakaszolva 2-3 évenként kerül majd sor ugyanarra a csatornaszakaszra, mert azt hiszem 30 kilométeren felüli külterületi belvíz, csapadékvíz elvezető rendszerünk van, ez egy egész komoly. És nem lehet csak úgy egy év alatt ezt az egész 31 néhány kilométert végig takarítani és tisztítani, de dolgozunk rajta. Én azt gondolom, sokkal jobb állapotok vannak, mint voltak néhány évvel ezelőtt. Itt is több figyelmet fordítunk a karbantartásra. Köszönöm. Következő. Már ez volt kérdés, illetve nagyon sokszor igen, foglalkoztunk ezzel, de úgy látszik újra előjön, vagy elkerüli a városlakók figyelmét. A Volt Nagy ABC és a Posta közötti járdaszakasz borzasztó állapotban van. Nem lehetne ebből a sok pályázatos pénzből megcsináltatni? Igen, volt szó róla, biztos vagyok benne, hogy legalább háromszor. És több felületen lehetett találkozni a válaszsal, a kérdéssel is. Szerintem a YouTube-on még mindig megtalálható az a televíziós felvétel, a televízióban megnézhető volt, a Vasvári Hírmondóban írásban megjelent, és szerintem beszélgetések alkalmával is nagyon sokszor szóba került, de ha ismét feltették a kérdést, akkor illik rá válaszolni. Valóban szörnyű állapotban van ez a szakasz, az ABC, vagy Volt Nagy ABC és a Posta közötti szakasz, meg hát még nagyon sok a főúton vagy a Kossuth úton, de abba a problémába ütköztünk, a felújítás kapcsán, mert szerettünk volna ezzel foglalkozni, szerettük volna felújítatni, hogy ez a gyárda szakasz, ez nem az önkormányzaté, nem az önkormányzat tulajdonában van, hanem a Magyar Közúté. Tehát gyakorlatilag a főúttól, mondjuk a Rosszmann faláig, vagy a kerítések vonaláig a Magyar Közúthoz tartozik. Sokan fel is tették a kérdést, vagy többen fel is tették a kérdést, hogy akkor miért nem a Magyar Közút takarítja, miért a közmunkásokkal kell. Mi is feltettük a kérdést a Magyar Közútnak, érdemi válasz nem érkezett rá, úgyhogy mivel válasz nem érkezett erre, és takarítani sem takarítják, a közmunkásainkkal tartjuk ezeket a szakaszokat rendben. Viszont megkereséssel értünk a Magyar Közút felé, hogy szeretnénk ezeket a járda szakaszokat visszakapni, és hogyha ők ezt nekünk visszaadják, tehát tulajdonba adják, akkor lenne lehetőségünk arra, hogy például egy belügyminisztériumi pályázaton, ahol az a követelmény, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő utak, járdák felújítására is lehet pályázni, akkor már mondhatnánk azt, hogy ez a mi tulajdonunkban van, megpályázzuk a belügyminisztériumi fejlesztési keretet, és akkor ez a szakasz is felújításra kerül. Gyakorlatilag, ha most itt bármit akarunk csinálni, mondjuk tételezzük fel saját erőből, ahhoz a Magyar Közútnak az engedélyére lenne szükség, mivel azonban saját erőnk nagyon kevés van, ezért várjuk azt, és teszünk érte, és keressük a közutat, hogy adják vissza ezt a szakaszt hozzánk, és akkor tudunk majd pályázni a jövőben. Ez a cél, ez a terv. Amennyiben mégis úgy alakulna, hogy saját forrásunk van, akkor pedig a közúttól engedélyt, együttműködést fogunk kérni, és akkor saját forrásból fogjuk megjavítani ezeket a szakaszokat. Mi is látjuk, bennünket is bosszant, tudjuk, hogy nagyon sok Tiszavasvárinak és nem Tiszavasvárinak kellemetlenséget okoz, mindenféleképpen megoldást fogunk találni rövid időn belül erre. Na most ez a rövid időn belül azt jelenti, hogy nehogy félreértés essék, hogy erre 1-2 évet azért szánni kell.
Két rövid szösszeneddel mindenképp ideillik. Amikor legutoljára erről beszélgettünk, elhangzott adásban és az újságban is, megkeresett Girus Bandi bácsi, hogy ő vette a fáradtságot és bemenj Nyíregyházára a közúthoz, és megkérdezte, hogy miért nem adják vissza az utat. Erre ott talán azt mondták neki első körben, hogy hát az végül is nem is az övék, hanem a városé. Aztán, amikor kérte írásból, hogy akkor írják le, onnantól kezdve senkit nem talált, akivel beszéltett volna. Tehát ez az egyik. A másik, a kérdés feltevőnek elmondtam, hogy ez úgy néz ki, hogy most neki nem tetszik a szomszédjának a házfala, átmegy, lefesti, vajon mit szólna a szomszéd hozzá? Igen. Tehát nincs joga hozzá. Igen. Gyakorlatilag nincs jogalapunk arról, hogy ez a szakaszhoz most hozzányúljunk. Tehát nem az akarat hiányzik, hanem a jogalap. Így van. Köszönöm. A következő. A Vasvári TV-ben lehetett látni, hogy mostanában különféle rendezvényeken sok nagy ember megfordult a városban. Lesz, vagy lehet-e ennek bármiféle pozitív hozadéka? A nagy embert bízom benne, hogy nem a méreteire érti a kérdező, hanem olyan személyekre, akik az utóbbi, hát az idei évben is, de azt gondolom, hogy az elmúlt 2-3 esztendőben megtisztelik Tiszavasvárit, és újra itt vannak, tájékozódnak, egyeztetnek, érdekli őket, Tiszavasvár érdekli ezeket az embereket, a tiszavasváriak sorsa. Valóban nagyon sokan megfordultak. Nagyon-nagyon sok fontos esemény volt Tiszavasváriban, csak említsem meg most legutóbb a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei napot, ami azt gondolom, hogy nagy megtiszteltetés a településnek, nagy megtiszteltetés Tiszavasvárinak, hiszen ránk figyelt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Nagyon sok település polgármestere, vezetők, intézményvezetők, komoly pozíciókban lévő emberek jöttek el hozzánk, és ismerték meg Tiszavasvárit, és nagyon jó kedve, nagyon jó hangulatban mentek innen haza, és fognak még jönni hozzánk. Én azt gondolom, minden ilyen találkozásnak, most idézem a kérdezőt, bármilyen nagy embernek óriási jelentősége van, hogy ide jön Tiszavasváriba, hiszen megismeri a települést, van időnk kapcsolatot építeni, van lehetőségünk elmondani gondunkat, bajunkat, vagy éppen, ha nem azokat mondjuk el, hanem azt mondjuk, hogy Tiszavasváriban ilyen és ilyen rendezvények vannak, ilyen és ilyen lehetőségek vannak, akkor fel tudjuk kelteni a figyelmét, és Tiszavasvár újra fókuszba kerül. Én azt gondolom, hogy ez egy elhibázott lépés volt 8 éven keresztül, és ezt elmondom nagyon sokszor, hogy a település bezárkózott, és csak politikai alapon próbált érvényesülni. Én azt gondolom, hogy most 3 év a település mindenki számára nyitva áll, politikától függetlenül, tehát jöhetnek máshonnan, bárhonnan hozzánk érdeklődni, beszélgetni, kapcsolatot fölvenni, az sosem baj. Mi nyitottak vagyunk, és továbbra is várjuk ezeket a nagy embereket, hogy Tiszavasvárinak a javát szolgálják, és hát megismerjék városunkat, vendégszeretetünket, és érezzék jól magukat nálunk. Köszönöm szépen, és elérkeztünk az utolsó hivatalos kérdéshez, mégpedig a napokban volt itt Tiszavasváriban, a polgármester hivatal parkolójában az a kamion, ami a 2006-os események használt eszközöket, relikviákat, egyéb dolgokat mutatta be. Kérdés, hogy miért nem lehetett ezt a kamiont a Találkozások háza előtti térre vinni, hiszen itt foglalta a parkolót. Valóban elindult egy vándorkiállítás az országban, a Civil Összefogás Fórum keretein belül szervezésében. Ez egy civil szerveződés, egy civil szervezet, nem politikai alapokon nyugvó kezdeményezés és szervezet, aki ezt a kiállítást útjára indította. Érkezett egy megkeresés hivatalosan a településnek az e-mail címére, majd később telefonon is. Egyeztettünk, és ők kérték a város legforgalmasabb pontjait megnevezni, vagy megjelölni. Több lehetőség is elhangzott, felvetődött, ugye a Találkozások háza, esetleg a Rossmann előtti parkoló, a Görömbei cukrászda előtti parkoló, az Ady Endre út előtti parkoló és az önkormányzat városháza előtti parkoló. A döntés az ő részükről, vagy a javaslat az ő részükről született. Ők szerették volna ezt a parkolót használni, megkapták rá az engedélyt a Magyar Közúttól, megkapták rá az engedélyt az önkormányzattól. Volt már rá példa több alkalommal, hogy ez a parkoló lezárásra került. Én azt gondolom, hogy Tiszavasváriban több lehetőség is van arra, hogy különböző helyeket, területeket el lehessen érni. Még akár az önkormányzatot is, tehát nem kell itt rögtön az épület előtt megállni, hanem mögötte is van parkolásra lehetőség.
Ezt az engedélyt nekünk meg kellett adni, hiszen egy kiállításról volt szó. Ez nem egy demonstráció volt, nem egy tüntetés volt, nem egy olyan esemény, ami esetleg még komolyabb engedélyeket követelt volna. Erre van kúriai döntés is egyébként, hogy ezeket a kezdeményezéseket megakadályozni nem szabad. Hát látjuk mostanában az előválasztással kapcsolatosan például az aláírás gyűjtéseket. Itt a településeken is jönnek az előválasztáson induló jelöltek, itt lerakják egy kis aláírásgyűjtő standjukat, ott lerakják. Szívük joga, a rendőrségen megteszik a bejelentést, nekünk pedig ezt tudomásul kell venni. A civil kezdeményezéssel kapcsolatban is ez volt, itt volt a kamion, meg volt a kiállítás, aki érdeklődött, eljött, megnézte, és másnap reggel összecuccoltak és mentek tovább más településre. Egyébként, aki kíváncsi erre az eseményre, az megnézheti, azt hiszem a mai nap meg a holnapi nap folyamán még Nyíregyházán az ország zászlótéren. Jó, köszönöm van szépen. Van esetleg, vagy nem tudom, hogy egy kielégítő volt-e a válasz, de hát, röviden tömören talán ennyit lehet erről mondani. Igen. Minden hatósági engedéllyel rendelkeztek, úgyhogy ez bárki bármikor megteheti. Így van, igen. Ha valakinek van ilyenje, természetesen igen. Abban az esetben ütközhet esetleg problémába, hogyha mondjuk az adott időpontra, az adott területre már valakinek előzetesen van igénye vagy helyfoglalása. Na most azt azért nekünk is mérlegelni kell, csak úgy előrevetítsem, hogy itt azért többnapos eseményekről, meg többnapos demonstrációkról azért nem lehet szó, de egy nap vagy néhány óra az azt gondolom, hogy egy ilyen településen, ahol nincsenek parkolási gondok, én azt hiszem, ne lehetne ezt megoldani. És még egy gondolat, tehát hogyha teszem fel, most nem az önkormányzat parkolóját választja ez a szervezet, hanem azt mondja, hogy a Görömbei cukrászda vagy a Rosszman, hát nem tudom, hogy hányan áldották volna akár a szervezetnek, akár az önkormányzatnak a nevét. Én azt gondolom, még mindig ez volt a szerencsésebb választás és lehetőség, mivel ez volt az egyik legforgalmasabb pont. Köszönöm szépen, ez már műsoron kívül, de úgy gondolom, hogy fontos beszélni róla. Elindult a Zöld Város projekt. Igen. Beszéltünk róla, hogy talán egy évig, illetve a projekt befejezéséig ott a piac és környékén áthelyezések, fennakadások lesznek, nevezzük úgy. Azóta eltelt pár vasárnap. Mi a tapasztalat? Hozzászoktak az árusok, hozzászoktak az emberek? Pozitív visszajelzéseket kapunk, árusok és vásárlók részéről is olyan hangok jöttek vissza, hogy olyan az egész, nem is mint a piac lenne, hanem mint hogyha egy vásárban lennének. Mindenki megtalálja most már azt az árus, azt a kereskedőt, aki a kedvence, akihez vissza szokott járni. Az első két hétben voltak talán helycserék, de ezt a Tivaszolga önkormányzat nagyon rugalmasan kezelte. Megvizsgáltuk annak a lehetőségét, hogy ahol most van az árus, onnan esetleg átköltözhet-e a másik helyre. Ha átköltözhetett, kötöttünk vele egy új közterület használati szerződést, és ott árult tovább, vagy ott árusítatott tovább, ahol ő szeretett. Bocsánat, itt hagyj kérdezzek bele, hiszen tőlem kérdezte az egyik olyan árus, aki jelenleg fedett helyen árul, hogy fizetni kell nekik, amit említettél most, ez a közterületfoglalási engedély, ez most drágább, vagy esetleg olcsóbb, vagy szinten van azzal, amit akkor fizetett, amikor benne a piac területén van folytatott. Van különbség, én azt hiszem, szerintem minimális eltérés van, talán valamennyivel több, de ez nem okozott gondot senkinek, beszélgettem árusokkal is, és tudomásul vették, sőt meg is váltották talán hosszabb időre ezeket a bérleteket. Nem olyan mértékű eltérésről van szó, ami azt jelenti, hogy megsarcoljuk, megvámoljuk most az árusokat, hanem amiatt, mert nem piacbérleti díjat fizet, hanem közterület használatit, ezért a rendeletünkből adódóan van egy eltérés, de teljesen vállalható. Úgyhogy emiatt nem mentek el tőlünk árusok, sőt, ha jól tudom, még egy-két jelentkező van, csak éppen helyet kellene majd neki találni, hogy tudjon jönni és tudjon árusítani Tiszavasváriban. Igen, ezért volt fontos, mert hiszen ez nem úgy történt, hogy most Adomány Szurko Szilvi meg Roncsák Andi hasára ütött és mondott egy összeget, hanem ez önkormányzati döntés, hogy így mennyi van, a területfoglalási engedély, igaz? És most ez a terület, ami ugye a piac területén kívül van, ez az önkormányzattal kötetett szerződés alapján kerül bérbeadásra. Míg a piac területén található helyek, a belső területek, azok ugye a Tivaszolg Kft. Keretein belül a piaci bérleti díjak szerint kerültek kiszámításra vagy bérbeadásra, de ez közterület.
ez közterület, a másik pedig ugye a Tivaszol Kft. Üzemeltetésében, fenntartásában lévő terület. Ezért van egy ilyen különbség. Jó, köszönöm. Polgármester úr, neked van esetleg olyan, amit szeretnél elmondani, tudatni a kedves tévénézőkkel, városlakókkal? Talán annyit szeretnék mondani, hogy a Minimano óvodánk ugye elkészült, volt ezzel kapcsolatosan kérdés néhány héttel ezelőtt, hogy ez hogy fog majd beindulni, tudjuk-e tartani a határidőt. Néhány napos csúszás az bekövetkezett, sajnos nem sajnos ilyen van. A vállalkozó határidőre teljesítette egyébként a vállalását. A néhány napos csúszás az a takarítási, visszapakolási, berendezési munkálatok miatt következett be. Az óvodát már látogatják a gyerekek, nemrégiben jártunk kint, a héten látogattuk meg az óvodát, hiszen a pályázatunkban van olyan lehetőség is, hogy bútorzat vásárlására, technikai eszközök vásárlására és játszótéri eszközök beszerzésére nyílik lehetőség. Most technikai eszközöket vittünk az óvodának, a bútorzat hamarosan érkezik, és a játszótéri eszközök is nem sokára kihelyezésre kerülnek. Ezzel kapcsolatban pedig egy átadó ünnepségre is készülünk majd, amikor minden eszköz és minden a helyén lesz, úgyhogy azzal kapcsolatosan szeretnék titeket is majd meghívni, és hát fogjuk a televízió nézőket is tájékoztatni, hiszen most, ahogy körbejártuk, fotókról ugyan látják a televízió nézőket, Tiszaosváriak a közösségi oldalról, most, ahogy körbejártuk, szinte egy vadonatúj óvodában vehetünk részt, nézhetünk szét. Nagyon-nagyon jó érzés mindenkinek, jó érzés a gyerekeknek, jó érzés az ott dolgozóknak, és büszkeség szerintem minden tiszaosváriaknak, hogy ilyen fejlesztés valósulhat ott majd. Köszönöm szépen, kedves nézőink, Önök a Megkérdeztük a Polgármester című rovatunkat láthatták. Köszönjük Szőke Zoltán polgármester úrnak, hogy rendelkezésünkre állt, köszönjük Önöknek, hogy velünk tartottak, és továbbra is várjuk a kérdéseket, hiszen láthatják, hogy nálunk nincsenek tabu dolgok, mindenre első kézből kaphatnak választ. Köszönöm a lehetőséget, és jó egészséget kívánok mindenkinek.